Sziasztok, pár perc alatt a világ körül. Iránban vagyunk, Iszfahánban, a sakk mecsetnél. Ez a mecset, ez hát egy kék csempékből készült túlnyomó részt. Ezért az összes iráni mecset közül a legtöbb kék szín ezekben a kerámiákban található. Maga a mecsetet Abbas sakk építette 1601 és 1629 között épült. Hát ezek a száraz adatok, amiket így el tudok róla mondani, illetve annyi, hogy 100 méter hosszú, 130 méter széles maga az egész mecset, és a bejárata az innen ugye nem látszik, hogy különleges, de majd bentről meg fogom mutatni, mert míg az összes mecsetnek a bejárata pont szembe van a kupolával és az imám Mekka felé néző helyével, addig ez nagyjából egy 45 fokos szöggel el lett fordítva az építés alatt. Azt majd elmondom, hogy miért. Ez itt a mecsetnek a belső udvara, és ott láthatjátok a főbejáratot, ami egyáltalán nincs szembe a kupolával. Tehát az összes mecsetnél úgy szokott lenni, hogy a főbejárat a kupolára lát rá. Ennek az volt az oka, hogy Abbas Sah, aki a megbízást adta az építésre, nem akarta, hogy a főbejárat kitakarja a díszes kupolát. Amit most éppen renoválnak, felújítanak, de ettől függetlenül látni azt, hogy mennyire szép. A másik oka pedig az, hogy a tér, ahonnan a bejárat nyílik, az nem tekint Mekka irányába, ezért egy ilyen okos építészeti fogással egy félkörívet vagy 45 fokos szöget alakítottak ki a főbejárattól a kupola irányába, hogy a kupola bejárata mindenképpen Mekka felé tekintsen. Illetve az imámnak a helye, amit itt lehet látni. De hát az mindegyik Mekka felé néz. Itt minden csempe túlnyomó részt kék, hasonló, mint a Pink Mosque rózsaszín mecset Sirázban. Hát itt meg kék. Ezért kék mecsetek is hívják. Nem összetévesztendő az isztambuli kék mecsettel. Nagyon érdekes, hogy ez itt a mecsetnek a bejárata. Igen, ez nagyon különleges az egész mecsetnek az építészeti stílusa, nagyon nyitott az egész, nincsenek rajta kapuk, kivéve persze a főbejáratot, de hogy ez az egész bejárat is teljesen szabadon nyitva áll. És ha itt lépünk, óriási nagyot lépünk, jobb lábbal, akkor belépünk Isten színe elé. Nem úgy mondják, hogy ha jobb lábbal lépsz be a mecsetbe, akkor belépsz Istenhez. Hát igen, Allahhoz, de ők is Istennek mondják. Ők is azt mondják, hogy Gád. Itt van a fő kupolája. Hát az egész egy gyönyörű építészet. Meg főleg ez a csempés rész. Tehát mindenhol Iránban az összes mecsetnek és szentélynek ilyen csempével van burkolva a falak kívül belül. Ezért van az, hogy van egy ismerősünk Svájcba, aki szintén ugyanúgy túrázik, mint mi, és úgy összeakadtunk vele Ománba, és amikor mondtuk, hogy milyen helyekre menjen el, javasoltunk neki különböző szép helyeket, akkor azt mondta, hogy hát ő neki Irán után már nincsen szép mecset. És most értettük meg mi is, mert mi fordítva csináltuk, először mentünk Szultán Kabusz, Sheikh Zayed mecset, csak a legnagyobbakat említsem, és utána jöttünk el Iránba, és itt döbbenetes mecsetek vannak. Amit viszont most megmutatunk nektek, az egy különleges, és a kupolának a kialakításának köszönhető. A kupola, aminek a
mérteni középpontján áll most Márti, az két héjból készült. Az egyiknek a magassága 38 méter, a külső héj pedig 53 méter. És a kettő közti távolság adja azt a különleges hangot, amit Márti most megmutat nekünk. Na hát igen, urasat, na ez az. Férfiasat tapsolja. Halljátok ezt a visszhangot? Hogyha ide bejövünk, és itt beszélünk, nem tudom mennyire adja vissza a mikrofon, de itt mi nagyon jól halljuk. Akkor tapsolj még egyet. Uras volt? Urasabbat. Jó. Elfogadjuk. Na. Azért azt a lépcsőt is mutasd meg, hogy az teljesen eredeti. Egy kőből faragták ki. És ez az imámnak a helye. Hogy hívtuk? Megmondó hely. Észosztó. Észosztó hely. Körbe mutatom ezt és beszélek, akkor közben visszhangzik. Ez itt az egyik belső udvara a mecsetnek, és mind eredeti, régi, 1600-as évekbeli kerámiák, amiket itt lehet látni, illetve van egy nagyon érdekes ajtó, nem is egy, több is. Itt. Ez olyan, mint egy puzzle. Úgy van összerakva, tehát nem faragták, hanem minden egyes darabot egyenként rakták be. Ezt, így, ezt, itt, mindenhol. És úgy ragasztották össze az akkori technikával. Ez egy eredeti ajtó. Az ablak szintén darabokból van összerakva, amit itt lehet látni. Ez is egy külön darab, ez is itt mind egy külön darab, amit itt láttok. Hát régen még csináltak nagyon gyönyörű dolgokat. Sokkal többet, mint most. Most minden modern. Ez viszont tényleg nagyon szép. Azt tudjátok, mert többször mondtuk már, hogy az iszlámon belül is van síta és szunita vallás, amit mindig veszekednek. Mindig megy, néha akár háborúk is törnek ki emiatt. És ennek a mecsetnek az érdekessége, hogy kettő darab imámhely található benne. Hát itt van az oszlopnak, a két oldalán láthatjátok, balra és jobbra. Tehát ugye a vallási vezető innen tud beszélni, és onnan. Minden mecsetben csak egyet található, itt azért van kettő, hogy a sítáknak egy, és a szunitáknak is. Tehát ennek a két vallási nézetet valló csoportnak ezt a mecsetet úgy építették, hogy mindenki megtalálja a helyét benne. Iránban mindig kedvet kap valaki az énekléshez. Most pont ez az úr. Ő is a visszhangos kupola alatt kezdett el énekelni. Hát ezzel a gyönyörű kupolával köszönünk el ettől a mecsettől. Sziasztok, puszi pacsi!